új évad nyitánya előtt állunk a kolozsvári Transzilvánia Állami Filharmónia aligazgatójával, Vekhov Ferernával itt az Erdélyi Figyelőben. Kezdődik a zenei ősz is, programajánlót várunk hát, ami a Filharmónia hát eseményeit illeti, előadásait illeti a továbbiakra való tekintettel. Szeretettel köszöntelek, Erna, itt az Erdélyi Figyelőben. Szervusz, Kati, köszöntöm a kedves nézőket. Tehát új évad nyitányát adjuk meg most, ugye itt az igen, a következő évad nyitány. Felhangzott a Filharmónia egyik előadása. Mikor és mivel indul az új évad? 27-én indítunk, és majd 27-én júniusban végzünk. Ez valahogy így a karma kiadta ezt a 27-et. Megmarad a péntek, megmarad a 7 óra, az este 7 óra, ugye a szokott Farkas utcai hangversenyteremben. Sosztákovics és Brahmszal kezdünk, különböző érdekes darabokkal, majd Krisztián Mándyál állandó karmesterünk nyitja az évadot, és ezúttal Rémusz Ezoicei hegedűművész lesz a szólista a nyitókoncerten. És aztán rögtön veszünk egy nagy levegőt, elmegyünk Görögországba. Opa. 4 napra, ugye meghívást kapott a Filharmónia egy emlékkoncert sorozatnak a vezénylésére, játszására, úgyhogy egy picit eltűnünk néhány napra, de visszatérünk az október 4., 5., 6-ai hétvégére, ahol a Palu Múzeummal lehet lesz majd találkozni egy picit más körülmények között, ugye? És akkor utána pedig elkezdjük úgyisten igazából az évadot, elkezdődik a zenei ősz, és elkezdődnek a gyermekkoncertek. Hoppá, nagyon sok program vár akkor egyrészt valóban rátok, másrészt pedig az érdeklődőkre. Ugye maradjunk egy picikét még az új évadnál, és említetted ugye Krisztián Mándyál mester nevét, aki igen, Kolozsvárról szár, aztán ugyanide tért vissza Kolozsvárra. Igen. Mennyiben alakítja ő a programot esetleg, vagy mennyiben van befolyása, rálátása a program alakítására? Hát ugye ő már a koránál fogva is egy nagyon tapasztalt és egy nagyon ismert karmester, és ismeri a zenekart, ami nagyon fontos. Tehát szinte azt mondhatom, hogy tökéletes az összhang a kórussal is, a zenekarral is, ugye, és ők már egy összeszokott csapat, ugye a tavalyi évben is ő volt az állandó karmesterünk, és Lawrence Foster emeritus karmester mellett, tehát nagyon-nagyon sok koncertet vezényel. Én azt hiszem, hogy ez az év is, és az évad is magán viseli az ő és a zenekarnak a professzionalizmusának a lenyomatát, igen, és azért úgy próbáljuk összeállítani mindig a zenei kínálatot, hogy azért a zenekarnak és a csapatnak az erősségei azért előtérbe megmutatkozzanak mindenképpen. Igen. Ugye itt az előbb említetted Görögországon túl a Cluj Symphony Experience, ezt a szót igen, találtam, ami a Néprajzi Múzeum kültéri részében a török vágás tetején lesz majd, lesz október 4-5-6-án, mondtad is a dátumot, és ennek ti nem szervezői vagytok, hanem gyakorlatilag a Filharmónia részese ennek az előadás sorozatnak. Ez egy összeszokott csapat szervezi, és most már második éve kérték fel arra a Filharmóniát, hogy a Cluj Symphony Experience-ből a szimfonit mi biztosítsuk, ugye? És ennek a hétvégének az érdekessége az az lesz, hogy először mutatkozik be, hogy Isten igazából a Filharmóniának az ifjúsági zenekara. Hoppá. Igen, ez egy debüt koncert lesz 4-én, amikor az ifjúsági zenekar kíséri majd a Szubkárpáci együttest, aztán 5-én este 7 órától a Hára lép majd a színpadra a Filharmóniának a kórusával, és 21 órától lesz majd a holográf koncert, amin aztán a nagy zenekar, a klasszikus filharmonikusok lépnek majd színpadra a jól ismert együttessel, és aztán 6-án tulajdonképpen nem azt mondom, hogy ösztánc, de összmuzsikálás lesz, mert 21-én a Boszkító zenekar lép színpadra, ugye akkor ott az ifjúsági zenekar, a nagy zenekar és néhány kórustagunk is a színpadra lép. Program, így van. Beszéljünk mindenképpen a gyermek koncertjeitekről is, jó? És hát arról a programról, ami igazából lehet egy ilyen oktatási, nevelési célzású, ami Kolozsvár is nem csak azért Kolozsvár is vonzáskörzete gyermekei számára nyitott. Hát annyira vonzáskörzete, hogy most már Beszterce megyéből és Fehér megyéből is fogadtunk gyerekeket az elmúlt évadban.
Ezek a gyermekkoncertek, ezek most már havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre, és valamilyen szinten egy picit kapcsolódnak az évadnak a tematikájához, valahogy úgy próbálnak beilleszkedni, ugye. Állandó karmestere, állandó levezénylője ezeknek a gyermekkoncerteknek, Tadere Komács Dalma, aki abszolút szakértelemmel és mondhatnám azt, hogy tudományos profizmussal vezeti ezeket a koncerteket. Rögtön az első október 7-én és 8-án lesz. Egy pici programváltozás van, jobban a helyszínváltozás van, mert most a Diákművelődési Házba kerül sor. Értem. Ezekre a koncertekre. Én azt mondom, azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy kövessék a honlapunkat, a Filharmonika Transzilvánia. .ro honlapot, illetve a Facebook oldalunkat, mert ott tényleg megtalálnak minden pici részletet. Tehát napirenden vannak ezek a... Így van, minden pici részletet megtalálnak az évaddal is, a gyermekkoncertekkel is, a bármilyen fesztivállal kapcsolatban. Mivel ezek elsősorban az intézményeknek szólnak, tehát iskoláknak, óvodáknak szólnak, én azt tudom javasolni, hogy a tancik, ugye a tanerők vegyék fel minél hamarabb a kapcsolatot a jegyirodával, foglalják le a jegyeket, és akkor biztosítva lesznek ezek a helyek. Tehát ugyanúgy, ahogy az elmúlt évadokban románul, magyarul mennek tovább a koncertek, tehát van bőven miből választani, és akkor mondanám is, hogy október 7-én és 8-án Meghívás táncra címmel kerül sor az első koncertekre, november 19-én a Brémai Muzsakusok kerülnek megint előadásra. Ezt azért mondom, hogy megint, mert ez már volt a tavalyi évad, ugye? És december 4-én pedig téli koncert címmel egy picit előkarácsonyi hangulatra várjuk tehát majd szülők, a gyermekeket. Tancik, tanerők, tessenek ugye utána nézni ezeknek az alkalmaknak, hiszen mindenképpen fejlesztő elsősorban, de ugyanakkor ugye érdekes is és szórakoztató, miért ne, a gyermekek számára. Jegyek, bérletek? Jegyek, bérletek a szokásos módon, ahogyan azt már megszokhattuk. A szokásos áron, tehát az elmúlt évadhoz képest nem változtattunk a jegyárakon. Annyi módosítás történt, hogy ugye diák kedvezmények törvény szerint mehetnek tovább, nyugdíjasoknál 3000 lej a választóvonal, tehát a fölött jár majd a kedvezmény, az aktuális nyugdíjszelvénynek a bemutatásával, ugyanez vonatkozik a diákokra és diákigazolvány napra készen tartását. Kérjük bemutatni. Na most a bérleteket nem lehet online megvásárolni, értem. Tehát azért be kell fáradni a jegyirodába, éppen azért, mert be kell mutatni ezeket a dokumentumokat. A dokumentációt. Így van. Megértettük. Meglepetések. Hozzászoktatott a Filharmónia, hogy azért vannak fiatal tehetségek, fiatal fellépők. Milyen meglepetésekre száll, amiről lehet számolni így elöljáróban. Na most így nem diszkriminálunk, hogy fiatalok vagy nem fiatalok. Néhány nevet hoztam, és azért is van a kezemben ez a puska, mert ugye elmondtuk azt, hogy 27-én kezdünk, és olyan nevekkel találkozhatunk egészen karácsonyig, mint Arabella Steinbacher játszik majd nekünk hegedűn, Kariko Dáma, Jancsák Mór érkezik majd, és zongoráznak nekünk gyönyörű műveket. Majd november 12-én lesz egy nagyszabású operagálánk. Ez egy jótékonysági koncert lesz a Help Autism javára, mert ebben is részt kell venni, ugye? És december 8-án egy magyar vonatkozású koncertre invitálom a kedves nézőket. Gregory Vajda György érkezik hozzánk, többször járt már nálunk a karmester úr, és Bálint János érkezik, a Fuvola gyönyörű, nem is tudom, mit mondjak, varázslatos világával, ugye? És Puccini második hegedű koncertjét, ami tulajdonképpen hegedűre íródott, ő átírt a Fuvolára, és ezt fogja nekünk előadni. Aztán decemberben karácsonyi és szilveszteri koncertre várjuk a kedves zenekedvelőket. Majd január 23-án szintén egy pici magyar vonatkozás, Rajna Martin, a fiatal magyar származású, feltörekvő tehetség jön hozzánk a karmesteri pulpitusra, Bartóknak a Kékszakállú Hercegvárát fogja ő vezényelni. Aztán Csiki Boldizsár érkezik tavasszal, Barát Viktor hegedűművészt várjuk szintén nagy szeretettel, csak néhány nevet még, Elena Baskirova zongorázik,
zongoraművésznő érkezik. Hoppá. Ismét ugyanebben a, tehát az elmúlt évadban is vendégünk volt, ebben az évadban is szeretettel várjuk, illetve Melody Moore, amerikai származású szoprán lesz majd Verdi requiemjének az egyik főszereplője. És csak azért ismételem meg a napot is, és az órát is, mármint az időpontot, hogy az én fejemben legalább. Igen, de a honlapon minden adatot megtalálsz, így van, minden adatot megtalálsz. Tehát péntekenként este 7 órától a Filharmónia gyönyörű, fantasztikus program ajánlata, amit itt Vékhofer Erna aligazgató felsorolt nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.